Jó estét kívánok, kedves nézőink! A Makói Városi Televízió 18 órai szerda esti híradóját látják. Köszöntöm Önöket, jöjjenek legfontosabb híreink! Folytatja a tömegközlekedési rendszer átalakítását Lázár János minisztériuma. Ember Alex, a hagymatikum összekötése és az átadásra való felkészülés a legfőbb feladat. 2024-ben is folytatná az energetikai beruházásokat Csanád Alberti. Kiemelkedő siker a vármegye és országbérlet, amelyből tavaly év végéig több mint 4 millió darabot adtak el. Ezért tovább folytatódik az állami tömegközlekedés egyszerűbbé és átláthatóbbá tétele, jelentette be Lázár János. Az építési és közlekedési miniszter több márciustól életbe lépő változásról is beszélt sajtótájékoztatón. Ezek eredményeként azt várják, hogy még többen fogják majd ezt az utazási formát választani. A 2023. decemberi adatok alapján már minden Magyarországon belül eladott 10 tömegközlekedési bérletből 9 a tavaly bevezetett vármegye vagy országbérlet volt, mutatott rá Lázár János. Hozzátette, ez megmutatja, mire van szüksége az utazóknak, így tárcája idén is folytatni fogja a tarifarendszer átalakítását. Az építési és közlekedési miniszter elsőként bejelentette, márciustól csak ez a két fajta bérletkonstrukció marad érvényben, a többi megszűnik. Jön viszont ehhez kapcsolódóan egy új fajta jegytípus is. Bevezetünk egy új jegyterméket, a napi kedvezményes jegyet, a Vármegye 24 és a Magyarország 24 jegyet, amelynek az ára a Vármegye 24 az 999 forint lesz, a Magyarország 24 pedig 4999 forint. Ez azt jelenti, hogy a Magyar Állam által működtetett összes MÁV volán közlekedési eszközön naponta 999 forinton lehet egy megyében utazni, az országban pedig 4999 forintért korlátlan használatot fogunk biztosítani. Jelentősen átalakul az utazási kedvezmények rendszere is. Lázár János ezzel kapcsolatban rámutatott, jelenleg összesen mintegy 65 féle módon van lehetőség kedvezményes jegyek vásárlására, ebből 22 félét tartanak meg. Az átalakítások eredményeként az ingyenes és az 50%-os kedvezményes formák maradnak, ezt azonban összességében sokkal többen vehetik majd igénybe. A közalkalmazottak számára korlátlan lehetőséget biztosítunk évente 50%-os utazási térítés mellett, tehát ez a jegy lepecsételés megszűnik regisztráció után, korlátlanul használhatják a rendszereinket. 65 év felett ingyenes, 14 év alatt ingyenes, 14 és 25 év között pedig 50%-os támogatásban részesülnek, 50%-ot kell fizetni, de ha vesznek egy megyebérletet vagy országbérletet, akkor nyilvánvalóan még olcsóbb. Vannak olyan 65 év alatti nyugdíjasok, akik utazási igazolványt, ellátott utazási igazolványt birtokolnak, számukra a kedvezményes vármegye és országbérletet fogjuk megnyitni, akik pedig 90%-os kedvezményes kategóriában vannak most, fogyatékkal élők, tartós betegek, nagycsaládosok, vagy korábban a magyar igazolvánnyal utazók, számukra ingyenessé tesszük a tömegközlekedést. Az építési és közlekedési miniszter szerint ezek a változtatások a tarifarendszerben nem fogják hátrányosan érinteni az állami költségvetést, hiszen azt már a vármegye és országbérlet is bebizonyította, hogy az egyszerűbb és olcsóbb konstrukciókból többet tudnak értékesíteni, így a költségvetésben ez egyensúlyban marad, vagy akár még több bevétel is keletkezhet. Viszonylag nehezebb évet zárt a hagymatikum, de büszkeségre is vanok, hiszen egy újabb díjjal gazdagodott a fürdő repertoárja, osztotta meg televíziónkkal Ember Alex. A vezérigazgató arra is kitért, hogy a két komplexum összekötése és a márciusi átadásra való felkészülés most a legfőbb feladat. A Covid után sem volt kegyes az élet a hagymatikumhoz, hiszen az energiaválság és a háborús szankciók is kihatottak a működésére. A fürdőbővítés okozta lezárásokat jól sikerült kezelni, de ennek ellenére összességében hullámzó volt a 2023-as esztendő. Évvégére azonban kimagasló látogatói számokat produkáltak, olyannyira, hogy az előző évek hasonló időszakához képest is sokkal többen vették igénybe a szolgáltatásokat, osztotta meg televíziónkkal a vezérigazgató. Ember Alex azt is elmondta, hogy a műszaki átadás javában zajlik és a hónap végével lezárulhat, azonban ez újabb feladatokat ró rájuk. Jó hír, hogy jövő hétfőn már a
terhelésmentes próbaüzemet el fogjuk kezdeni. Maga a próbaüzem is egy hosszabb folyamat, tehát ez azt jelenti, hogy ez legalább egy két hónapos vagy két hónapos időszak, ez alatt nyilván feltöltjük a medencéket, elkezdjük működtetni, majd lesz később terheléses próbaüzem is. Nyilván a szükséges engedélyeket intézzük, tehát most gőzerővel készülünk arra, hogy időben, tehát ez azt jelenti, hogy március második fele át tudjuk adni a közönség számára is a fürdőt. Hát ezzel kapcsolatosan természetesen rengeteg teendőnk van. Egyrészről a régi és az új fürdőrészt össze kell kötni, ennek nyilván műszaki, informatikai, egyéb kihívásai vannak, ezeken most dolgozunk, illetve megpróbáljuk valamilyen szinten, akár esztétikailag a régi fürdőrészt felhozni az új fürdőrészhez. Mindezek mellett zajlanak a kasztingolások, hiszen a fürdőbővítéssel munkahelyeket is teremtenek, így a jelentkezők közül hamarosan ki kell választani a leendő dolgozókat. Tervek szerint ez 20-25 fő plusz munkaerőt jelent majd. A vezérigazgatótól azt is megtudtuk, hogy az előző évekhez hasonlóan 2023-ban is büszkélkedhetnek egy kitüntető címmel, hiszen évvégén egy rangos közönségdíjat zsebelhettek be. A nőklapjánál évek óta van egyfajta díjazási rendszer, vagy egy ilyen díjat hirdettek meg. Ez korábban beauty és food kategóriában volt. Nagyon-nagyon nagy sikerrel zárultak az előző években is, és most úgy döntött a nőklapja, hogy travel kategóriában is megkérdezett, hogy egy travel awards díj lenne, és itt ősszel írták ki erre vonatkozóan ezt a pályázatot, vagy szavazási lehetőséget, és egy hónapon keresztül ugye az olvasók azok online módon szavazhattak erre. Itt négy fő alkategória volt, és ebből az egyéb vidéki kategóriában nyert el a fürdőnk, a gyógyfürdő a legjobb vidéki fürdő díját. Ember Alex végezetül hozzátette, bízik abban, hogy ez a sorozat nem áll meg, és az új részleg megnyitásával hasonló elismerésekben lehet részük a jövőben is. Tudomásul kell venni, hogy a mostani gazdasági környezetben kevesebb fejlesztésre van lehetőség, mondta el televíziónknak Csanád Alberti polgármestere. Csernyik Zoltán szerint ettől függetlenül a kormányzati forrásoknak köszönhetően nincsenek rossz helyzetben a települések, csak türelmesen ki kell várni, amíg újra javul a helyzet. Az elmúlt 10 évben kiemelkedő lehetősége volt a kis településeknek a fejlődésre. Ha egy polgármester törekedett a lehetőségek kihasználására, akkor nagyon sok mindent lehetett elérni, mondta a televíziónknak Csanád Alberti polgármestere. Az önkormányzat így gyakorlatilag az összes intézményét felújította már. Tavaly az egyik legfontosabb beruházásuk a falu központi parkjának megújítása volt 50 millió forintból. Utakat is javítottak, erre mintegy 40 millió forint forrás nyertek. A fejlesztési környezet most kevésbé jó, mint a korábbi években, de Csernyik Zoltán szerint látva a gazdasági válságokat ez várható volt. Én egy picit se csüggedek, hanem tudomásul veszem, hogy most ez a helyzet. Nagyon jó volt az, amikor tulajdonképpen majdnem bármit kérhettünk és segítettek, ha látták rajtunk, hogy azt megfelelő módon használjuk föl. Ha azt tudomásul vettük, hogy és jól esett, hogy jöttek ezek a források, és építeni, szépíteni, fejleszteni tudtuk a települést, akkor igenis tudomásul kell azt vennünk, hogy vannak nehezebb időszakok is, nem követelőzni kell, hanem arra fordítani az energiánkat, amire éppen tudjuk, hogy a stabilizásunk megmaradjon, és várjuk a lehetőséget, hogyha lesz, akkor élni tudjunk továbbiakban is ezekkel a lehetőségekkel. Fejlesztési tervek azért természetesen vannak 2024-re is, Csanád Albertin tette hozzá Csernyik Zoltán. Rendezvény helyszín például a művelődési házon kívül nincs a településen, de folytatnák a költségcsökkentő beruházásokat is. Mindenképp jó lenne, hogyha a maradék belterületi utat még fel tudnánk újítani. Emellett elég nagy vágyam és vágyunk, hogy a 7 szolgálati lakásunk, ami van, ott is végre tudnánk hajtani a energetikai korszerűsítést, mert ezzel ugye nyilvánvalóan a lakóknak is nagy kedvezményt tudnánk adni, mert hogy a rezsiköltségeik csökkennének. Egy kicsit kisebb közösségi tér kialakítására is szükség lenne, ahol ilyen 20-30 fős létszámú csoportok, helyi szervezetek, baráti társaságok el tudnak tölteni egy kellemes délutánt vagy bármiféle programot.
Az elmúlt években elvégzett energetikai beruházásokkal minden esetre már most is rendkívül sokat spórol a település. A 10 évvel ezelőtti fogyasztási mennyiségből kiindulva jelenleg mintegy 4-5 millió forinttal kevesebbet fizetnek évente a rezsiköltségekre. Kedden nyílt nap keretében tekinthettek be a pályaválasztás előtt álló fiatalok a HSC Návai Lajos Technikum és Kollégium falai között zajló oktatásba. A tájékoztatót követően az érdeklődők beülhettek angol, matematika, történelem és magyar nyelvórákra. Az idei tanévben már mentornap és mesterségek éjjele című rendezvények kapcsán az érdeklődő fiatalok különféle játékos feladatokon keresztül betekintést nyerhettek az iskolai képzésekbe és légkörbe. A Návai Lajos Technikum és Kollégium kedden a beiskolázási rendezvények egyikének a nyílt napnak adott otthont, ahol már egy kicsit kötöttebb keretek között informálódhattak az oktatásról a pályaválasztás előtt álló diákok. Úgy gondoltuk, hogy most így januárban kezdésképpen tartunk egy talán hagyományosabbnak mondható nyílt napot, amely több részből is áll. Az első része az, hogy meglátogathatnak közismereti órákat, tanítási órákat, egy-egy példát, mintát ebből, matematikából, magyarból, történelemből és angol nyelvből. Ezen részt vehetnek, és megnézhetik azt, hogy hogyan szerepelnek a már idejáró tanulók, mit tudnak, hogyan zajlik nálunk a tanítási óra. Hozzátette, természetesen a szaktanároktól, oktatóktól kérhettek tájékoztatást a fiatalok. A város számos általános iskoláiból érkeztek 8-osok, így többek között a Kálvin téri református általános iskolából is. Radnai Leonárd céltudatosan érkezett a középiskolába, mivel határozott tervei vannak. Voltam korábban is, de most még többet tudhattam meg. Kaptunk egy lapot, amiben leírják, hogy mik vannak. Érdeklődöm a kereskedelem iránt. Szüleim is ezzel foglalkoznak, meg így igazából nagyon megtetszett. 9 ágazat, 15 szakmája közül válogathatnak a leendő 8-osok, amelyről bővebben az igazgató osztott meg többet televíziónkkal. Nagyon nagy a képzési palettája az iskolánknak, technikumi képzésben, vagyis olyan képzésben, ami érettségivel jár, érettségire épül. A pénzügyi számviteli ügyintéző a legrégebbi szakmánk, illetve a kereskedés webáruházi technikus, de logisztikai technikus, mechatronikai technikus, szoftverfejlesztő, turisztikai technikus és óvodai nevelő képzésünk is indul. Szakképzőiskolai képzések közül építőiparban kőműves festő ácsképzésünk lesz szeptembertől, gépészetben indítunk gépész CNC forgácsoló, valamint hegesztőképzést. Továbbá kereskedelem és értékesítői képzés is indul szeptembertől. Szó esett arról is, hogy a jubileumi esztendő kapcsán lesznek majd olyan sportesemények és túrák is, amelyre mindenkit várnak majd szeretettel. 2023 év vége is tartogatott még jó néhány sportsikert, amelyekről ma Esti Sportélet című magazinunkban számolunk be. Visszatekintünk egy díjátadó gálára, melyen Tóth Krisztián olimpikon is részt vett. Beszélgettünk egy leány válogatott labdarúgóval. Valamint kint jártunk a Makkói Király Team Kickbox Akadémia egyik edzésén, ahol megtudtuk, hogy hány országban voltak eredményesek sportolóik. Immár 18 éves hagyomány, hogy évvégéhez közeledve a Nemzeti Aikido Szövetség Magyarország és a Magyar Aikido Sportért Alapítvány jelöléseket vár arra a díjra, amelyet a területen a legrangosabb elismerésben tartanak számon. A kimagasló munkát végzett aikidokáknak a hagymavárosban ünnepélyes keretek között adták át az év aikidósa díjat, valamint az aikidóban és az aikidóért elismerést. Az eseményen részt vett Tóth Krisztián olimpiai bronzérmes cselgáncsozó, aki sokunk számára lehet példakép, ezért ha teheti, járja az országot és népszerűsíti a testmozgást. Lévén, hogy én pesti vagyok, ugye látom az embereken, hogy kik azok, akik foglalkoznak saját magukkal, sport értelemben nyilvánvalóan, mert kicsit eltúlzott most már a ruházati viselet, a fodrászkodás, már minden nagyon fontos a gyerekeknek, de ezek külsőségek, és látom azt, és hiszek abban, és ezt tanítom a fiamnak is, és bízok benne, hogy majd ezt átveszi tőlem, hogy
hogy maga az a fajta kiállás, a tisztelettudás és az a fajta önbizalom, amit egy ilyen sportág adhat, sokkal többet ér mindenféle külsőségnél, úgyhogy én csak tanácsolni tudom a makói lakóknak is, illetve a környékbelieknek is, hogy próbálják ki és sajátítsák el ezeket a dolgokat. Majd egy fiatal lánnyal az eddig elért sikereiről és az odaig vezető útról beszélgettünk. A makói 15 éves Szabó Dóra labdarúgásnak él, a makói futballklubnál nevelkedett, jelenleg pedig a szegedi Szent Mihály csapatait erősíti. Munkájára többen is felfigyeltek, köztük az U17-es magyar labdarúgó válogatott edzője, és behívót kapott az EB selejtezők meccseire. Nekem ez volt az első ilyen válogatott mérkőzésem, ami tétre ment, igazából már ebbé se lejtező, és nem igaz, hogy teljesen más, de valahol mégis más, mert csak egy címeres mez van rajtam, és itt nem igazán lehet hibázni, mindent bele kell rakni, amikor felmegyünk a pályára, és küzdeni kell, és nagyon fontos, hogy a mentalitás az nagyon jó legyen, és kicsit jobban, nem szoktam izgulni meccsek előtt, mert nem vagyok egy izgulós típus, de itt volt bennem azért egy kicsi druk, de hál' Istennek jól sikerültek a meccsek. Ütésekből és rúgásokból nem volt hiánya a makói Király Team Kickbox Akadémia edzésén, melyre szintén ellátogattunk. Az ifjú sportolók számos versenyt tudhatnak maguk mögött 2023-ban, amiről bővebben is beszámoltak kameránk előtt. A teljes magazinműsort ma esti híradónk után tűzzük műsorra. Érkezzenek legfontosabb híreink még egyszer röviden. Folytatja a tömegközlekedési rendszer átalakítását Lázár János minisztériuma. Ember Alex, a Hagymatikum összekötése és az átadásra való felkészülés a legfőbb feladat. 2024-ben is folytatná az energetikai beruházásokat Csanád Alberti. Kedves nézőink, ne feledjék el, ha lemaradtak a híradóról, anyagainkat megtekinthetik a VTV Makó YouTube csatornáján, vagy látogassanak el Facebookos közösségi oldalunkra, illetve weboldalunkra a www.makotv.hu-ra, ahol megtalálják és visszanézhetik híreinket. Kedves nézőink, ez volt a január 10-i szerda esti híradó. Legközelebb holnap jelentkezünk ismét friss hírekkel, tartsanak velünk akkor is. Én már a búcsúzom önöktől, kellemes estét kívánok, viszontlátásra!